Tisztelt vendégeink, kedves meghívottak! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében megnyitásra kerülő kiállításon. Íme az online térben jelentkezünk ezúttal is, de ígérjük, hogy csak a megnyitó fog ebben a formában történni, és holnaptól a múzeum kitárja kapuit, hiszen egy csodálatos kiállításnak lehetnek a tanúi, ha ellátogatnak a Házrezső Múzeumban. 350 év története. Egy iskola történet, egy kis város történet, de a múzeum történet is. Ezt kínáljuk mi ezzel a kiállítással, hiszen a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumnak a története valójában nem csak egy egyszerű iskola történet, hiszen az erdélyi oktatás a székelyföldi oktatásnak is az egyik bázisa. Az elmúlt 350 évben rengeteg értelmiségi, rengeteg olyan polgár került ki ezen intézmény falai közül, akik a város történetét, kultúránk történetét előbbre vitte. Ezen kiállítás Szász Hunor kollégánk, történész kollégánknak a megfogalmazása által egy olyan kortárs kiállítási eszközökkel létrehozott tárlat, amely érdemes a múzeum falain belül meglátogatni. Azért is múzeum történet, hiszen ez a kiállítás elválaszthatatlan Házrezső személyétől. Valamikor a 20. század legelején ide érkezett a Felvidékről, és úgy viselkedett, úgy alkotott, tett ennek a városnak az érdekében, hogy most is, mai napjainkban is székelyként tiszteljük. Házrezső nélkül nem csak a kollégiumnak az élete lett volna más, hanem a múzeumnak a léte is. Iskolatörténet és múzeumtörténetnek is lehetnek a tanúi, mindazon látogatók, akik eljönnek ide a Házrezső Múzeum falai közé, és meglátogatják valójában, hosszas bezártság után ezt a két tárlatot. Ezen kiállítás létrejötte valójában az iskola, az egyházközségek és sok-sok intézmény együttműködése révén valósulhatott meg. Köszönjük szépen mindazon intézményi vezetőknek, akik fontosnak tartották, hogy az elkövetkező két évben itt a Házrezső Múzeum falai között egy igen tartalmas és rengeteg értékes műkincset felvonultató kiállításnak lehessünk tanúi. Kérem, engedjék meg, hogy adjam át a szót városunk polgármesterének, Gálfi Árpádnak, köszöntse vendégeinket.
utána pedig a Backamandarsi Kis Gergely Református Kollégiumnak igazgatója, Tőkés Zsolt ünnepi beszéde fog elhangzani. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Manyiló kiállítás látogatóit. Mögöttünk van 350 esztendő a Backamandarsi Kis Gergely Református Kollégium történelméből, és nagy tisztesség számomra, hogy ebben a különleges pillanatban szólhatok, amikor a mi 3,5 évszázados intézményünk történelmét ünnepelhetjük. Ilyenkor ismét hálával telik meg szívünk, mert ilyenkor döbbenhetünk rá, hogy mennyire különleges kincsek birtokában vagyunk mi, székelyudvarhelyiek. Kincsünk a folytonosság, a több évszázados múlt, a történelem megpróbáltatásai között fényesre csíszolódott hagyományaink aranyfonala. Mára már történelemmé szelidültek a református kollégium mögött álló évszázadok viharai, fejet kell hajtanunk önfeláldozó elődeink emléke előtt, akik saját érdekeiket háttérbe szorítva a székely közösség javát, az egységes magyar nemzet javát szolgálták földi életükben. A most nyíló kiállítás a Házrezső Múzeum Pince Galéria részén dolgozza fel 3,5 évszázados iskolánk történetét. Köszönettel tartozunk a református esperességnek, a belvárosi református egyházközösségnek, a Teleki Tékának, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak, a Csíkszeredai Levéltárnak, a Benedek Elek Liceumnak, amiért a református kollégium mellett a Manyiló kiállítás tárgyi gazdagításához hozzájárultak a tulajdonukban lévő tárgyak kölcsönzésével. A székelyudvarhelyi református iskolatörténet jelentős mértékben befolyásolta városunk fejlődését, nagy mértékben hatással volt székelyudvarhely szellemi fejlődésére. Összességében tekintve a Manyiló kiállítás nem csak a 350 éves iskola történetén vezet végig, hanem a város kulturális fejlődésének néhány száz évének lenyomatait is tartalmazza. Kérem, engedjék meg, hogy a köszönet szavaival zárjam a beszédemet. Köszönetet szeretnék mondani az őrzőknek, akik 3,5 évszázadon át őrizték, ápolták, életben tartották mindazt, ami a fennmaradásunkat, megmaradásunkat segítette elő, mindazt, aminek köszönhetően ma egy színvonalas kiállításnyi anyag gyűlhetett össze. Szabó Magda írja, hogy csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak semmit. Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az megmarad. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék tisztelegni mindazok emléke előtt, akik megértették, mit is jelent ezen a helyen évszázadokon át szolgálni Istent, hazát, a jövő nemzedékét, a közösséget. Az elhunytak emlékezete legyen áldott, az élők munkája legyen maradandó. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Thank you.
Kedves virtuális térben érdeklődő és egybegyűlt udvarhelyiek és nem csak közönségünk, nagy esemény éve volt ez az idei év. A kollégium 350 éves évfordulójának éve volt, amelyet sajnos nem feltétlenül a tervek szerint sikerült megünnepelnünk, de itt van ez a kiállítás is, amelyet ezentúl meg lehet majd így virtuális térben tekinteni, amely mutatja azt, hogy mennyire akarta a város, akarta a múzeum, akarta a kollégium azt, hogy emléket állítsunk ennek a 350 évnek. Leghitelesebben természetesen ilyenkor Vetlen János szavaival tudnám méltatni ezt az eseményt. Azon kívül, hogy nagyon büszke vagyok, hogy az ő kollégiumának igazgatója lehetek, és büszkélkedhetem azzal a múlttal, amelyet Gróf Bethlen János, Vacka Madarasi Kis Gergely és Gönczi Lajos, csak a három iskola alapítót említsem, elémbe helyeztek. Én lényegében próbálok méltó lenni hozzájuk, hogy mennyire sikerül, az majd az utókor fogja megítélni. Ezért át is adnám a szót Bethlen János uramnak, ugyanis az ő szavai mindig emlékezetesek maradnak az utókor számára. Emlékező kegyelettel idézem meg iskolánk alapítóját, Gróf Bethlen Jánost, aki 350 évvel ezelőtt elhunyt leánya hozományáról a következők szerint rendelkezett. Én, Bethlen János, szemem előtt viselvén, hogy az Isten a világi mulandó jókban csak sáfárá tett, keresztjén kötelességemnek megakarván vékony tehetségem szerint felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi ortodox szkólának 1000 aranyat. Idézetbe zárva. Az Istenbe vetett hit csodás megnyilvánulása. Ezt kell szem előtt tartanunk, hogy a családért, az egyházért, a hazáért, a népért felelős ifjakat neveljünk. Ennek megvalósulásáért Isten áldását kérem a tanárok és diákok közös munkájára, Szikszei György 18. századi teológus imádsága által. Ó, világosságnak atya, kegyelmet támasszon bennem, olyan valóságos szeretetet és búzgó igaz indulatot a kezem alatt lévő gyermekek iránt, hogy az ő javukra teljes szívemből igyekezzem, és semmitől ne vonogassam magam, ami az ő hasznukra való, ami pedig nekik ártalmas, eltávoztasson. Kegyelmed indítson és segítsen engem, hogy szorgalmas és fáradhatatlan lehessek, vegyen ki belőlem minden unalmat és tunyasságot, és adjon erőt, kész akaratot, vidámságot és álhatatosságot, hogy unalom nélkül és jó kedvel forgolódhassam, és hivatalom legbajosabb dolgait is vidámsággal és kész szívvel végezhessem. A diákoknak pedig adj kedvet a tanulásra, szándékot és igyekezetet a jóra. Amen. Úgy legyen.
2020-ban emlékeztünk a Református Kollégium 350 éves évfordulójára. Udvarhely történetének egyik neves iskoláját 1670-ben alapították. Bethlen János erdélyi kancellár személyes adománya útján született meg az az iskola, amely a mai napig a székelyudvarhelyi, illetve az udvarhelyszéki református oktatás egyik fellegvárának számít. Kiállításunkkal szerettünk volna méltóképpen emlékezni és tisztelegni a nagy múltú intézmény előtt. Ahogy majd végig haladunk a különböző termeken és a különböző installációkon, úgy egyfajta időutazásba lesz részünk az alapítástól kezdődően, a 17. századtól kiindulva, végighaladva az alapítás nehézségein, az első évtizedeken, a 18. századi megvalósításokon keresztül, a 19. század közepének viharos időszakáig, a forradalom viharain keresztül, az osztrák-magyar monarchia fejlődést és virágzást hozó időszakán át a 20. századig. Kiállításunk címe Töviseken át, amellyel a kollégium 18. század első feléből származó jelmondatára utalunk, per spinas ad rosas, azaz töviseken át a rózsákig. Úgy véljük, hogy a jelmondat nem csak a tudás megszerzésének rögös és tövises útját jelképezi, hanem az iskola 350 éves múltjának töviseit és a tövisek között termett rózsáit is szemlélteti. És a kiállításunk során igazából erre a kettősségre szerettünk volna rámutatni, az intézmény tudás átadó, nevelő jellegét bemutatva, ugyanakkor a történelmi viharok töviseit is szemléltetve, és eljutni arra a következtetésre, hogy a 350 év nehézsége és megpróbáltatásai után virágzik újra és virágozhat újra a Református Kollégium. A Református Kollégium előzményeként feltétlenül meg kell említenünk azt, hogy a jóval korábbi református egyházi iskolából nőtte ki magát, éppen ezért elválaszthatatlan a kollégium története és élete, főleg a kezdeti időszakban a székelyudvarhelyi református egyházközség életétől és történetétől. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy méltó, hogyha ezen a helyen megemlékezünk a református egyházközségről is, és az alapítás időszakából egy jellegzetes, nagyon fontos tárgyat mutatunk be, a 17. századi reneszánsz úrvacsorai kehelyet. A kehely mellett szintén egy rendkívül fontos tárgyal, dokumentummal találkozunk. Ez az udvarhelyszéki református esperesség első jegyzőkönyve, amelyben egy nagyon fontos adat található a kollégium előzményeire, illetve a kollégiumot megelőző időszakra. Ugyanis Bethlen János, aki a kollégiumot 1670-ben megalapította nagy lelkű adományával, már korábban 1666-ban tett egy kisebb adományt a székelyudvarhelyi református iskola, egyházi iskola számára. Az iskola alapításához szervesen kötődik a könyvtár megalapítása is, amely gyakorlatilag egyidős magával a kollégiummal. A 17-18. Században rendkívül nehéz volt könyveket beszerezni, óriási áruk volt. Éppen ezért a kezdeti időszakban a kollégiumnak is csak néhány könyve volt. 17. század végén gyakorlatilag elfért egy kis ládában, viszont a könyvtár szerepe az állománnyal együtt növekedett. Már az első iskola törvényekben megemlítik a könyvtárt, illetve a könyvtárosi tisztséget. Nagyon fontos szerepe volt a tanulók fejlődésében. A könyvtáros, mint külön tisztviselője az iskolának, nagyon fontos szerepet töltött be, illetve ezt a könyvtári állományt pedig főként a 18. századtól kezdődően egyre bőségesebb adományokkal fejlesztették. Itt főként a nemesi patronusokra kell gondolni, akiknek köszönhette gyakorlatilag az iskola nem csak a létrejöttét, hanem a fennmaradását is a 17-18.
század során, sőt még a 19. század első felében is. Amellett, hogy ezek a nemesi patrónusok jelentős vagy kevésbé jelentős, kisebb, nagyobb pénzadományokat tettek az iskola számára, könyvekkel is támogatták az intézményt. Az első tankönyv, amelyet kifejezetten a székelyudvarhelyi református kollégium diákjainak írtak, 1675-ben jelent meg Kolozsváron. Eszéki István akkoriban udvarhelyi református esperes volt. Ő volt az, aki összefoglalta röviden a református teológiát, és egy Diarium Theologicum című kis könyvecskében kiadta, kinyomtatta, és az udvarhelyi kollégium diákjai használatára bocsátotta. Az eredeti példányt láthatjuk itt, amely a kiállításnak az egyik gyöngyszeme. Ugyanakkor ennél a kiállítási résznél főként a 17-18. Századra jellemző úgynevezett egyetemjárásra szerettünk volna összpontosítani, más néven latinos kifejezése peregrináció, amely során a tehetségesebb diákok főúri vagy egyházi támogatással körbejárták Európa különböző egyetemeit, egy-két, akár három egyetemre is eljutottak, főleg Hollandiába, Németországba, Angliába, de volt példa arra, hogy akár Franciaországban is megfordultak. Nem adatott meg ez mindenki számára, ugyanis a patrónusok általában a legtehetségesebbeket vagy a legügyesebbeket választották ki. A peregrináció az nem egy újkori jelenség, már a középkorban volt egyetemjárás, az erdélyek megfordultak különböző európai egyetemeken, Itáliában, Ausztriában, Németországban. Gyakorlatilag ezt a hagyományt vitte tovább a protestáns ifjúság is, és ez a peregrináció gyakorlatilag a 18. századon átívelt, és még a 19. század első felében is bevett szokás volt. A következő teremben a kollégium szerkezetét, illetve a diák életet ismerhetjük meg. Az 1670-ben létrejött kollégium, illetve ekkoriban még gimnáziumi rangról beszélünk. Kétszintes volt, volt az iskolának az alsó szintje, amit a klassziszoknak vagy osztályoknak neveztek. Amiután a tanulók, a gyerekek végigjárták ezeket az alsóbb szinteket, és sikeresen vizsgát tettek a rektor, professzor és a kollégium gondnokai előtt, utána beléptek a felsőbb osztályokba, az úgynevezett deák osztályokba, vagy a togátus osztályokba. Ezt a szintlépést, illetve ezt a tanulmányi folyamatot próbáltuk bemutatni ebben a teremben. Végigjárva ezeket a lépcsőfokokat, amelyek az iskola különböző osztályait, klassziszait és deák osztályait jelképezik, megfigyelhetjük azt, hogy mindenik osztálynak más-más elnevezése volt, és ezeket az elnevezéseket azokról a fontosabb, főbb tantárgyakról adták az illető klasszisznak vagy osztálynak, amelyekre hangsúlyt fektettek az illető osztályban, illetve a tanulmányi év során. Így találkozhatunk olyan elnevezésekkel, mint elementária, ami a latin nyelvtannak az elemeit fektette le, konjunktika, grammatika, amely szintén a latin nyelvtannak az elmélyítési szintjeit jelképezte, szintaktika, majd pedig miután lefektették az alapjait a latin nyelvtudásnak, akkor jött a magasabb szintű tudás átadása, a latin irodalom, görög irodalom elsajátítása, így retorika, azaz szónoklattan, vagy poétika, költészettan nevű osztályok következtek, és ezeket járták végig a tanulók. Míg nem a 8. osztály után, a 8. klasszisz után vizsgát tehetett a rektor professzor előtt, és amennyiben sikeres volt a vizsga, fölvették a kollégium úgynevezett köztársaságába, a kollégium tagjai közé deákká válhatott, ami rendkívül jelentős státusz volt a kollégium életében, ugyanis a deákok már nem gyerekeknek számítottak, hanem fiatal felnőtteknek, akiknek nem csak kötelességeik voltak, hanem jogaik is. Megkülönböztető öltözetet viseltek, tógát, görögül klámiszt,
ez bokáig érő fekete szövet ruha volt, illetve a tanárok magázták őket, szabadott dohányozni, a deákokat már testileg nem fenyítették, ülve felelhettek, tehát egyfajta ilyen privilégiumnak örventek a deákok. Miután sikeresen levizsgáztak, aláírták az iskola törvényeit, amely a 17. század végéről származott az iskola alapításával, egy valóságos törvénykönyvet is megszerkesztettek, és azáltal vált valaki egy sikeresen vizsgázó diák, deákká és az iskolai köztársaság részesévé, hogyha aláírt és felesküdött az iskola törvényeire. És ezt a pillanatot, momentumot is láthatjuk az egyik installációnknál, ahogyan a régi 17. századból származó iskolai jegyzőkönyvben fennmaradt törvényeket aláírják a tógás deákok. Már a 17. század végén, gyakorlatilag az alapítással egy időben bentlakó diákokat is fogadott a kollégium. Kezdetben csak néhány diák elszállásolására volt lehetőség, majd a 18. század első felétől kezdődően, vagyon fokozatosan kibővítették az iskola épületeit, és egyre tágosabb szobákat, illetve bentlakási felületeket hoztak létre, úgy egyre több diák, bentlakó diák érkezett az iskolába. Ugyanis a református kollégiumnak a vonzás körzete az nem csupán udvarhelyszékre terjedt ki, hanem még három székről is nagyon sokan érkeztek. A távoli vidékekről jött diákoknak egy része az bent lakott a kollégiumban, volt, aki a városban talált szállást. Egészen a 18. század közepéig, második feléig ezek a diákok többnyire saját pénzükből vásárolták meg az élelmet, illetve a legszegényebbeknek biztosította a kollégium azokból az alapítványokból, azokból a pénzösszegekből, amelyeket a vagyonosabb, vagy éppen a nemesi református patrónusok, támogatók biztosítottak az iskola számára. Mackomadarasi Kis Gergely volt az, aki megújította a kollégium ellátási rendszerét, és létrehozta az úgynevezett expozíciót, vagy asztaltársaságot, amelynek az volt a fő gondolata és lényege, hogy gyakorlatilag a diákok egymást tartották el, illetve közösen pótoltak össze, minden nap más-más diák vásárolta meg az élelmet, abból főzettek, volt minden egyes szobának, asztalközösségnek külön gazdaasszonya, aki minden nap elkészítette a meleg ételt, illetve minden egyes szobában vagy asztalközösséghez tartozott két-három szegény diák, akik nem voltak képesek fizetni, ezért az élelem és az ellátás fejében ők végezték a takarítást, a különböző fizikai munkát, ők hordták a fát. Gyakorlatilag mindenkinek megvolt a szerepe ebben az asztaltársaságban, és ezek az asztaltársaságok vagy expók összekovácsolták a diákságot, és egy nagyon jellegzetes, sajátos diákélet alakult ki a kollégiumban, mely mint egy külön világ úgy működött a 17-18-19. Században udvarhelyen. És bizony ezek a diákok, mivel sajátos, zárt közösséget, világot alkottak, nagyon sokszor konfliktusba kerültek a városlakókkal, főleg a fiatalabb legényekkel, a mesterlegényekkel, vagy az inaslegényekkel, egymást gúnyolták, sokszor ez csak a szavak szintjén maradt ez a konfliktus, azonban nem egy és nem két alkalommal verekedésé is fajult, sőt egyik alkalommal 1712-ben még gyilkosság is történt a diák és az inaslegények verekedése folytán. A kiállításunknak ebben a termében az iskola szerkezete, tanulmányi szerkezete mellett picit a diák életre is szeretnénk hangsúlyt fektetni, és Ház Rezsőnek, az iskola későbbi tanárának és igazgatójának egyik művét, akvarell alkotását lehet nagyban megtekinteni, a másolatot természetesen, amely éppen a már említett expót mutatja be, azt az asztaltársaságot, amelyet egy szobában lakó diák társaság jelentett. Nagyon szigorú szabályok foglalták keretbe
egy szobának vagy asztaltársaságnak az életét. Nagyon szigorú program volt, korán keléssel, órára lebontott és leosztott tevékenységgel, tanulással, pontosan megszabott reggeli, ebéd és vacsora idővel, valamint este 8 órakor pedig soha el nem maradhatott a létszámellenőrzés vagy a lustrálás, amelyet az idősebb deákok közül választott úgynevezett apparitor végzett, aki minden este a szobákat végigjárta egy lustrabotnak nevezett eszközzel, amelyre papírcsíkokat ragasztottak, és ezen szerepelt minden szobának a névsora. És ez az apparitor minden este felolvasta a névsort, aki pedig nem volt jelen, az följegyezte, jelentette a rektor professzornak, és az ilyen diák másnap büntetésben részesült. Kiállításunkban igyekeztünk hangsúlyt fektetni a kollégium különböző épületeire is. A 17. század végén az iskola alapításával kezdődően egy hosszas folyamat indult, amely során gyakorlatilag a 17. századtól egészen a 19. század végéig, 20. század legelejéig átalakult, bővült az iskola épületegyüttese, régi épületeket átalakították, újakat hoztak létre, és végül kialakult 1912-re a ma ismert református kollégium épületegyüttese. Ezeket az építkezési fázisokat próbáltuk rekonstruálni, főként az írott források, meglévő adatok, dokumentumok alapján, és ezt az információt átültettük digitális rekonstrukcióvá, és végigkövethető gyakorlatilag az iskola épületének a építkezési épület fázisai ezen a monitoron az 1674-es első már kollégium számára épült iskolaépülettől, egészen a Backomadarasi Kis Gergely által a 18. század második felében létrehozott nagyon szép, gyönyörű, egyszerű barokk épületig. Backomadarasi Kis Gergely az, akinek a személyisége rányomta a bélyegét a 18. századi iskola történetre, aki nem csak a bent lakó diákok életét szervezte meg, megújította az oktatást, az oktatás minőségén is változtatott, javított, óriási szervező munkát végzett, és neki köszönhető az, hogy újjáépítették a 18. század második felében a kollégium épületét, illetve az ő nevéhez kötődik még a belvárosi református templom újjáépítése is. A 19. századból három fontos történelmi időszakot emeltünk ki kiállításunk során. Az első az a reformkor, amelyhez főként Szigeti Gyula Mihály neve kötődik. Ő az, aki rengeteget tett az oktatás minőségének növeléséért, rengeteg tantárgyat tanított, író volt, műfordító, tudós. Rengeteget köszönhet neki az iskola, az oktatás minőségét javította, rengeteg tantárgyat tanított, tudós professzorként működött, illetve az itt kiállított, hozzákötődő tárgy az egyik színdarabja, amelyet németből fordított és ültetett át magyar nyelvre, a Szegénység és a Szeretet című színdarabról van szó. Azért is tartottuk fontosnak ezt a kéziratot bemutatni, ugyanis Szigeti volt az, aki elindította a református kollégiumban a színjátszást, és ezáltal honosodott meg városunkban is a világi színjátszás, amely már nem az egyházi vonalhoz kötődött. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Székelyudvarhelyt is érintette. A kollégium nagyobb diákjainak egy része nemzetőrnek állt, honvédnek állt, a tanárok közül is többen voltak, akik támogatták a forradalmat, a magyar csapatokat. Éppen ezért, amikor az ellenséges csapatok átvonultak udvarhelyen, akkor a kollégiumban szállásolták el egy részét ezeknek az alakulatoknak. A szász és a román szabad csapatok kaptak helyet a kollégiumban, akik sajnos felprédálták a
kollégium gazdag gyűjteményét, tűzre vetették a könyvek egy részét, bútorokat is, kirabolták az éremgyűjteményt, óriási károkat tettek az iskola vagyonában, majd pedig később az osztrák csapatok hatalmas hadisarcot vetettek ki a városra, 15 ezer forintnyi hadisarcot, amelynek a felét igazságtalan módon a kollégiumra terhelték, és egészen addig, amíg ezt a hatalmas összeget meg nem fizette az iskola, két tanárt, a rektor professzort, Magyarorsi Szőke Józsefet és Szabó Györgyöt elhurcolták, rabláncra verve elvitték a városból. És ezt a jelenetet ábrázolja a kiállításunkban látható rajz, rekonstrukciós ábrázolás. Erről az eseményről viszonylagos részletességgel beszámol az egyik áldozat, Magyarorsi, aki a naplójában leírja részletesen, hogy mi is történt a városban ebben az időszakban, hogyan tartóztatták le őket és vonszolták el gyalog Kolozsvárra, és hogyan börtönözték be hosszú ideig, amíg meg nem fizették a hadisarcot. A református kollégium története a Házrezső Múzeum története szempontjából is fontos és jelentős, ugyanis a jelenlegi múzeum gyűjteménye a régi kollégiumi gyűjteményből, az úgynevezett régiségtárból nőtte ki magát. A 18. században jellemző volt az, hogy különböző tanintézményekben a tanárok vagy akár a diákok különböző régiségeket, érdekességeket gyűjtöttek össze, amelyeket tanügyi célokra is felhasználtak, már a szemléltető oktatásnak a kezdetei is megjelennek ekkor. Ehhez hasonló régiségtári gyűjteményt hoztak létre Székelyudvarhelyen is a református kollégiumban a 18. század során, amelynek az első nyilvántartása, leltárkönyve 1797-ből származik. Gyakorlatilag ez az első pontosan datált gyűjteménye a kollégiumnak, és ennek a gyűjteménynek a gyarapításával, kiterjesztésével, majd pedig a 19. század végén, 20. század elején pedig egy óriási gyűjtemény jön létre, amelyet Házrezső rajztanár hoz létre, és az ő gyűjtőmunkájának köszönhetően egy néprajzi múzeum is megszületik. Azonban itt nem csak a néprajzi tárgyakra kell gondolnunk a megszülető múzeum esetében, hanem ennek a múzeumnak a részévé válik a korabeli kollégiumi gyűjtemény is, így találkozunk ennél a régi gyűjteménynél a különböző fegyverekkel, 19. század közepén adományozott római, középkori, újkori érmékkel, különböző az iskolához köthető, kötődő tárgyakkal, amely gyakorlatilag beépült a későbbi múzeum alapgyűjteményében. Az osztrák-magyar monarchia időszaka, vagy a dualizmus kora, az a középiskolák hőskora volt, ugyanis az állam, magyar állam kiemelkedő figyelmet fordította az oktatás fejlesztésére, finanszírozására. Több egyházi iskola is ekkor állami fenntartás alá kerül, illetve az egyházi iskoláknak is jelentős támogatást nyújtott a magyar kormány. Székelyudvarhelyen is a monarchia időszaka egy virágzó korszak a református kollégium számára. Számos kiemelkedő tanáregyéniség fordul meg az iskolában. Jellemző a korszakra, hogy ezek a tanárok tudós tanárok voltak. Ehhez hasonlóval a korábbi időszakokban is találkozunk. A monarchia alatt is írók, költők, művészek, botanikusok, geológusok, zoológusok, történészek, régészek fordulnak meg tanárként az iskolában. Egy magas szellemi színvonalt képviselt a kollégium tanári kara. Ennél a történelmi korszaknál pár jelentős momentumra, illetve személyiségre szeretnénk felhívni a figyelmet. Lehet találkozni néhány tanár egyéniséggel, akik megszólalnak, láthatjuk a fényképüket, amint életre kelnek és saját magukról mesélnek, illetve az egyik legjelentősebb
esemény az iskola történetében ebből az időszakból, az az úgynevezett új kollégiumi épület megépítése, létrehozása, amely Gönczi Lajos igazgató tanár nevéhez kötődik. Két jelentős átalakítás és építkezés volt az osztrák-magyar monarchia időszakában, amely a kollégiumot érintette. Először 1886 és 88 között a Pac-Komandorosi Kis Gergely által 18. század második felében épített kollégiumi épületet alakították át. A mai homlokzat arculat akkor alakult ki, illetve 1911 és 12-ben pedig Magyar Vilmos tervei alapján megépült az új kollégiumi épület szárny. Gönczi Lajos kiemelkedik ebből az időszakból, úgyis mint igazgató, mint szervező, úgyis mint tanár, illetve mint tudós. Szenvedélyes botanikus volt, aki bejárta udvarhelyszéket és az egész széknek, vagy udvarhely vármegyének a flóráját tanulmányozta, összegyűjtötte, leírta, majd kiadta munkáját. Tanárként is elismert személyiség volt, illetve 1888 és 1914 között az iskola igazgatója volt. A református kollégium fénykorának, akárcsak ebben az időszakban számos iskolának a történetében a felívelő időszakot, korszakot az első világháború szakította félbe. Több tanár is a frontra került, köztük Ház Rezső, illetve 1916-ban, amikor a román csapatok megszállták Erdélynek a keleti részét, udvarhelyre is bevonultak, sajnos kifosztották az iskolát, a régiség gyűjteményt, a múzeumot jelentős károk érték, amelyből ugyan fölépült az iskolai gyűjtemény, azonban számos értékes műtárgy, régiség örökre elveszett. Az impérium váltással egy újabb és egy nehéz időszak kezdődik a kollégium életében. Akárcsak minden egyes erdélyi magyar iskola esetében komoly nehézségekkel kellett megküzdjenek a tanintézmények, államosították ugye az egyházi vagyonnak egy részét, az anyanyelvi oktatást visszaszorították, főleg a 20-as évek első időszaka, amíg a tanárok is átálltak az új követelményekre, addig nagyon nehéz volt, majd pedig a 30-as években a román nacionalizmus volt az, amely az anyanyelvi oktatást nehéz helyzetbe sodorta. 1927-ben egy korszakhatár kezdődik, illetve történik a kollégium életében. Ekkor ugyanis ideiglenesen, akkor még nem tudták, hogy mennyi időre, megszüntették, felfüggesztették a református kollégium működését, és Nagyenyedről Székelyudvarhelyre költöztették a református tanítónőképzőt. A tanítónőképző átvette a kollégium épületeit, illetve egészen 1940-ig egyedül használta ezeket az épületeket, majd 1940-ben a bécsi döntés után visszatérő Észak-Erdély egy időben a kollégiumi oktatás is újraindult. Ház Rezső volt egy rövid ideig a kollégiumnak az igazgatója, aki a 20-as, 30-as években a tanítóképzőben is tanított. Kiállításunk során egy kis kitérőt szenteltünk ennek az időszaknak, bemutatva néhány pillanatot, néhány tárgyat, néhány momentumot a tanítóképző életéből. Az 1940-ben újra létrehívott, létrehozott református kollégium sajnos csak néhány évig működhetett, ugyanis 1948-ban államosították az egyházi iskolákat, megszüntették az egyházi jogállást, státuszt, ezért gyakorlatilag a régi értelemben vett kollégiumi élet néhány évtizedig megszűnt létezni. A református tanítónő képzőt is természetesen államosították, és állami tanítóképző jött létre, amely gyakorlatilag a kollégiumnak a jogutódja volt. Az 1960-as évektől a tanítóképző épülete előtt Józsa Béla fiatalon meggyilkolt szocialista költő szobra állt, amelyet 1989. decemberében távolítottak el. Erre emlékezve és ezt a korszakot megörökítve kapott helyet a kiállításban. 1960
90-től a tanítóképző élete is megújult, fölvette egykori neves diákja Benedekeleknek a nevét, és mármint a Benedekelek tanítóképző működött és működik tovább napjainkig. Ebből az időszakból a 90-es évek elejéről is láthatunk néhány jellegzetes tárgyat, korabeli iskolaújságot, a képződményt, diák karikatúrákat a tanárokról, tanítási jegyzőkönyvet, a gyerekeknek kézzel készített, kivágott didaktikai eszközöket, szemléltető eszközöket, valamint még a kommunista időszakból lány egyenruhát is bemutatunk. A rendszerváltást követően 1994-ben létrejött újra a Református Kollégium, két osztállyal indulhatott a tanítás, azonban ekkor még a tanítóképző adminisztratív keretein belül működött, illetve a tanítóképző épületében, majd csak 2001-ben sikerült gazdaságilag is és adminisztratív szempontból is különválni. Tehát akkorra mondhatjuk azt, hogy a 1948-ban megszüntetett, hatóságilag megszüntetett Református Kollégium gyakorlatilag újjászületett. Kiállításunk utolsó termében a szemléltető oktatásra szerettünk volna hangsúlyt fektetni, ugyanis az Osztrák-Magyar Monarchia korában a középiskolák számára rendkívül fontos volt a különböző szertárak fejlesztése, gyarapítása, gazdagítása, amelyhez jelentős mértékben a fenntartó állam, vagy akár az egyház is hozzájárult. A Református Kollégium szertára a már említett 18. századi régiségtárból nőtte ki magát, a gyűjtemény gyarapodott, igaz, hogy 1848-49-ben jelentős károk érték, ugyancsak 1916-ban, majd a II. Világháború során is károsult, azonban a gyűjtemény mindvégig megmaradt, illetve már az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában tudatosan didaktikai célokra fordították, és különböző tudományágak szerint gyarapították, csoportosították, így jött létre a természettudományi szertár, vagy éppen a társadalomtudomány vagy történelem tanulását elősegítő didaktikai eszközök gyűjteménye. A kollégium szertárának, főleg természettudományi szertárának a kiépítése az elsősorban Gönczi Lajos nevéhez kötődik, amint már vele találkoztunk és említettem, szenvedélyes botanikus volt, illetve a természettudomány különböző szakágait művelte, gyűjtött ásványokat, kőzeteket, kövületeket, és ő volt az gyakorlatilag, aki letette az alapjait a mai híres úgynevezett Gönczi szertárnak, amelyben a kitömött állatoktól kezdve a kövületekig, különböző növénygyűjteményekig hatalmas nagy szemléltető eszközgyűjtemény található. Az utolsó terembe érve a látogatónk beülhet az iskolapadba, tárlóknak kialakított iskolapad rekonstrukciók találhatóak itt, ahol gyakorlatilag a korabeli Osztrák-Magyar Monarchia időszakából származó tankönyvek, írószerek, diákoknak különböző eszközei, palatábla, tintatartó, tolltartók láthatóak, hogy egy picit ezzel is a közelebb hozza az iskolai hangulatot a látogatók számára, illetve egy interaktív órán is részt vehetnek, ahol egy 18-19. Század fordulós református kollégiumbeli órán vehet majd részt a látogató. Ezzel zárjuk a kiállításunkat, történelmi korszakokon végig vonulva szerettük volna a legfontosabb időszakokat és a legfontosabb mérföldköveit bemutatni az iskola történetének, illetve azokat a fontosabb személyiségeket, akik letették a névjegyüket az iskola történetében, valamint azokat a fontos átalakulásokat is szerettük volna bemutatni, amelyek az iskola tanügyi fejlődését végig kísérték az alapítástól, a 17. századtól egészen a 21. századi újjászületésig.